tegnap évadnyitó ülést tartott a Fidesz-KDNP frakció a parlamentben, ma pedig a bevándorlás ellenes munkacsoportunk ülésezett, illetve tekintette meg a Herceg-Szántói határvédelmi bázist, és ezt a területet, ahol gyakorlatilag betonbiztosan, hermetikusan lezárva őrizzük Magyarország és Európa határait. Érdekes ez a dátum, mert éppen 5 éve, hogy terrortámadás érte hazánkat, és az illegális bevándorlók láthatóan jól szervezetten, vezetetten, felkészülten megostromolták a röszkei határátkelő helyet. Talán arra is emlékeznek önök, hogy emlékeztessem a nyilvánosságot is, hogy azt a szervezőt, akit aztán elfogtak, elkaptak, azt mind a bíróság, mind pedig a közvélemény egyszerre elítélte. Egyedül a magyar baloldal, az európai bürokraták, soros NGO szervezetei, és hát nagy valószínűséggel az embercsempészek voltak azok, akik minden áron ki akarták szabadítani, fel akarták menteni, tolták maguk előtt abban a programban, amit bevándorlás párti politikának nevezünk. Nos, itt ennek az ellenkezője történik itt a határon. Meghallgattuk parancsnok úrnak, és köszönjük nagy tisztelettel a beszámolóját. 240 kilométer hosszan őrzik a magyar határt. Ez gyakorlatilag 4 megyét érint, de igazából 2 megyében, Csongrád Csanádban és itt Bács-Kiskun megyében a legjelentősebb ez a védelem. Több mint 1000 katona vesz részt a határok őrzésében. Ők közösen a határőrizeti feladatokat ellátó rendőrökkel végzik ezt a határőrizeti munkát, határvédelmi feladatokat. Ebben segítségükre van 180 gépjármű, és minden olyan modern technikai eszköz, felderítő eszköz, amely éjjel-nappal szárazföldön, levegőben, vagy akár vizen szolgálja hazánk biztonságát. A szükség is van erre, majd mindjárt egy pár számot fogok önöknek mondani, mert egyre nagyobb, egyre növekvő az a nyomás, ami a magyar határkerítést éri, és nem csak az illegális migránsok részéről, hanem bizony átvitt értelemben is mondhatjuk, hiszen gyakorlatilag azt tapasztaljuk, hogy a szervezetten ideérkező migránsok, ezt a szervezetten szót szeretném kihangsúlyozni, és az őket biztató Soros által fenntartott NGO-k, baloldali politikusok, ezek közösen támadják a határunkat, ki fizikálisan, ugye megpróbálják leküzdeni mindenféleképpen, láttunk már sok mindent, alagútását, kerítésrongálást, átugrást, tehát ugye ami csak elképzelhető, hogy be tudjanak érkezni Magyarország és az Európai Unióba, de Brüsszelből pedig hát minden elképzelhető módon támadják az országot, akár kettős mércét használva hazánk ellen, akár pedig konkrétan megpróbálják ráerőltetni az országra többek közt azt, hogy ez a kerítés innen eltűnjön. Másrésztről pedig ugye a nyugati oldalról meg már azokat, akik bejöttek, azokat meg szeretnék valami kötelező kvóta alapján ide behozni. Tegnap volt, hogy beszámolt az Európai Unió vezetője, és ott emlegette az új migrációs politikát, és nekem úgy tűnt, tehát és talán nem egyedül vagyok így, itt a munkacsoporttal is beszéltük ezt, hogy gyakorlatilag ez az új migrációs politika nem is annyira új, hanem egyértelműen régi bevándorlás párti húrokat pengetnek Brüsszelből. Hát reméljük, hogy továbbra is ugye mi itt azt a feladatot, amit gyakorlatilag hazánk biztonságának, függetlenségének,
a védelme érdekében kifejtünk, de egyben egyébként Európa biztonságát is védjük, hiszen ez egy schengeni határszakasz, tehát egy európai külső határszakaszról beszélünk. Azt reméljük, hogy támogatással fogjuk tudni ezentúl megtenni, bár nagyon sok pénz mindeddig Brüsszelből nem érkezett. És most néhány számot engedjenek meg, hogy mi ez a növekvő nyomás. 2020. január 1-től 3372 esetben, tehát az elmúlt 8 hónapban 3372 esetben 15.009 fő került elfogásra vagy feltartóztatásra. Ebben nincsenek benne azok a számok, akik nem tudtak átjönni, hanem akik elrettenve meglátták itt az itt járőröző katonákat, rendőröket, azok már át sem mertek jönni, de ez is egy ezres nagyságrendű, több ezres nagyságrendű számról van szó. Ez elképesztő, ez már most túlszárnyalta a tavalyi számokat. Tehát 8 hónap alatt többen próbálkoztak, és sokkal több volt természetesen az esetszám és az elfogás is. Ugye január 1-től a statisztika azt mutatja, hogy átlagosan 58 ember jött át, de hogyha itt nézzük ennek a növekvő trendnek az adatait, akkor az elmúlt 3 hónapban 68 ember jött át naponta, és az elmúlt 30 napban pedig már 71. Tehát a statisztikai számok is egyértelmű növekedést mutatnak, és természetesen, hogyha nézzük a híradásokat, akkor ott jól látható, hogy Szerbiában továbbra is nagy számban vannak jelen, az utánpótlás pedig érkezik délről, a Balkánon keresztül, bár ott a görögök ugye zárták a határszakaszt, áttolódott egy kicsit most Olaszország felé, de természetesen, hogyha a görög-török határszakaszon ismét fellángolnak a nagyobb számú kísérletek, azok jelentős része itt a Nyugat-Balkánon a mi határainkra fog érkezni. Én még egy dolgot szeretnék mindenféleképpen elmondani. Ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni hazánk és Európa működőképességét, békéjét, biztonságát, ahhoz mindenféleképpen fel kell tartóztatni a migránsokat ebben a koronavírusos helyzetben, hiszen azt is nagyon jól tudjuk, hogy olyan területekről érkeznek Európába, vagy érkeznének Európába a migránsok, amelyek a koronavírus gócpontjait jelentik. Tehát nem engedhetjük meg eleve, tehát már eleve ebben a pandémiás helyzetben nem engedhetjük meg, hogy a migránsok behurcolják és szétterjesszék itt a kort, ami ellen a koronavírust, ami ellen egyébként most már hónapok óta küzdünk. Ugyanis ez nem csak közegészségügyi veszélyt jelent, nem csak az idős emberek életét veszélyeztetnénk ezzel, hanem a magyar családok mindennapjait is. Gyakorlatilag leállna az ország nem bírná el azt, hogyha a koronavírus járvány még ebből a helyzetből a migránsok által behurcoltan terjedne szét Magyarországon vagy Európában.